Állattartás a Városgondnokság kertjeiben, új igazgató a Szent Pál Marista Általános Iskolában, biztonságos internetezést segítő program, több évtizede az idősekért. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2019. október 10-én 18 óra 5 perckor. Évek óta sikeres a mezőgazdasági startmunkaprogram Karcagon. Nem csak a zöldség, gyümölcs és növénytermesztésben jeleskednek, a Városgondnokság dolgozói a közmunkaprogram keretein belül az állattartás terén is kiváló eredményeket érnek el. Molnár Pál, a Városgondnokság igazgatója elmondta, hogy egy kiváló lehetőség a közmunkaprogram megléte, ugyanis nem csak munkát biztosít az emberek számára, hanem a közfoglalkoztatás keretein belül olyan pályázatok beadására van lehetőség, amelyek elősegítik a további fejlődést. Közfoglalkoztatási pályázat keretében lehetőség nyílt arra, hogy állattenyésztéssel is foglalkozzanak a önkormányzatok vagy az önkormányzatok intézményei, és néhány évvel ezelőtt jött az ötlet, hogy Karcag mindig is nagy múltú és nagy hírű méz termelő területként volt elkönyvelve, így volt nyilvántartva az országban, és ebből az aspektusból kiindulva mi is úgy gondoltuk, hogy megpróbáljuk, meg tudunk talán ezzel a feladattal is birkózni. Volt a közfoglalkoztatottak között is olyan, aki méhészeti vizsgával rendelkezett már, és összességében minden rendelkezés állt arra, hogy belevágjunk egy ilyen pályázatba. Ez 4 évvel ezelőtt történt meg, és 4 év alatt sikerült 15 család méhet kialakítanunk, úgyhogy 10-zel indultunk, de sikerült ezeket felszaporítani. 15 méh család termeli a mézet, amelyet szabad piacon értékesítünk, de hogyha a közétkeztetők részéről is igény van és jelentkezés van, akkor természetesen a közétkeztetésbe is vissza tudunk forgatni ebből a mézből. A vezető szólt arról is, hogy jelenleg a méhek gyűjtenek még, de hamarosan kezdődik a betereltetés, amely, ha jól sikerül, akkor a következő évre nézve bizakodóak lehetnek a mézmennyiség tekintetében. A méhek ugye még olyan idő van, amikor még tudnak gyűjteni, de nem soká a hideg idő beáltával majd elkezdődik a beterelés, és a méhész kollega, akik közfoglalkoztatás keretében foglalkoznak a méhekkel, tudják azt, hogy kell betereltetni, és hogyha jól sikerül a betelés, akkor természetesen tavasszal is bizakodóak, jövő év tavaszán is bizakodóak lehetünk, hogy tudunk majd esetleg szaporítani, és valamint újra elő tudjuk azt a mézmennyiséget állítani, amelyet ebben az évben is sikerült. A Városgondnokság a méhek tartásán kívül baromfi tartással és pecsenye csirke előállításával is foglalkozik. 4 turnusban évente 5-600 darab pecsenye csirkét állítunk elő. Ezeket 2 kilós korukban értékesítjük a lakosság részére is, valamint a közétkeztetésben is felhasználjuk ezeket, ahol van igényre, akkor természetesen rendelkezésükre bocsátjuk. Ez természetesen ingyenesen. Amikor elkészül az állomány, eléri a 2 kilós átlagsúlyt, akkor meghirdetjük és akkor értékesítjük, de már szájhagyomány útján is tudják az emberek, hogy mikor, elmondjuk neki, hogy körülbelül mikorra várható az, amikor kész lesznek a csirkék. A hirdetés is nagyon lényeges, a közétkeztetésbe pedig igény szerint, hogy jelzik az étkeztetők, rendelkezésükre szoktuk bocsájtani ezt. Ahogy említettem, 5-600 darabot szoktunk turnusonként évi 4 turnusban előállítani. A Városgondnokság az állattartás terén magáénak tudhat egy különlegességet is. Kutyákat is tartunk, és az elmúlt években azt tapasztaltuk, hogy a hazai, így a karcagi kovaszállomány is nagyon leromlott, egy beltenyésztési kör alakult ki, és úgy éreztük, hogy ebbe talán a Városgondnokság is tehet valamit, és egy tudatos nemesítő munkába kezdtünk. A környező településekről összeszedegettük még azokat a jónak tartott, neves tenyésztők által is jónak tartott kutyákat, amelyek még tenyésztésbe vonhatók, valamint messzi távoli településekről, Sáros patakról, Besenyszögről hoztunk olyan kutyákat, amelyek teljesen genetikailag idegenek ettől a területtől, tehát vérfrissítés szempontjából mindenféleképpen ildomos és kívánatos erre a területre hozni, és ennek eredményeként sikerült egy másfél éves lánykutyát, szukakutyát előállítanunk, ha lehet így fogalmazni, amely
igen jó paraméterekkel rendelkezik, és ez nem csak a mi véleményünk, hanem nemzetközi kiállításon is a legutóbbi esemény kapcsán. Első helyezést sikerült megszereznie, nem csak a saját kategóriájában, hanem az egész szlovákiai kiállításnak ő lett a legszebb kutyája, és bízunk benne, hogy ez egy olyan genetikai alapot fog majd biztosítani a későbbi tenyésztő munkához, amely vérfrissítés szempontjából is jó lesz, valamint küllem és idegrendszer szempontjából is javítani fogja mind a hazai, mind pedig a karcagi kovaszállományt. Szeptember 1-től új igazgatója van a Szent Pál Marista Általános Iskolának, Dánielné Kacsó Andrea személyében. A frissen kinevezett igazgató a Karcag TV stábjának ott jártunkkor elmondta, hogy már évek óta a Marista Általános Iskola pedagógiai csapatát erősíti, így nem volt ismeretlen terep számára az a közösség, ahol innestől kezdve az igazgatói pozíciót látja el. Az új igazgatónő szólt arról is, hogy nagy öröm volt számunkra, hogy a munkájuk elismerése gyaránt Jász-Nagykun-Szolnok megyei pedagógiai díjban részesülhettek. A díjat Szolnokon a megyeházán adták át augusztus 15-én a Jász-Nagykun-Szolnok megyei önkormányzat ünnepi megemlékezésén. Minden évben azon személyek, illető közösségek részesülnek ebben a kitüntetésben, akik tevékenységükkel a megye fejlődésének elősegítése érdekének növelése érdekében kiemelkedő eredményeket értek el. Ez az elismerés újabb lendületet ad 2019-2020-as tanév feladataihoz is. Külön öröm számunkra, hogy egy EFOP-os pályázat keretein belül új épületszárnyal gazdagodik az intézményünk, amely által épül szépül és nagyobb kihasználtsággal fog bírni. Előkészítő folyamatok zajlanak, a tervezésen túl az építkezési tevékenységek indulnak majd be. A lebontással fog indulni az új épület építésének előkészítése, és majd tavaszra várható, hogy új osztályokkal, új termekkel bővül az intézményünk épület egysége. Szólt arról is, hogy ebben a tanévben kiemelt figyelmet fordítanak a helyi szervezetekkel, intézményekkel történő kapcsolattartásra, mert nagyon fontosnak gondolja, hogy az intézményüket minél jobban megismerjék a városban. Van egy lemozsolódás csökkentő pályázat, amiben részt veszünk, és ezen belül egy húsvéti játszóházat igyekszünk szervezni. Ismét várjuk a nagy közönséget a názáreti pásztorjátékunkra. Ez szintén decemberben kerül megrendezésre. Igyekszünk az óvodákkal, a tanodánkkal szorosabb együttműködést, együttműködő kapcsolatot kiépíteni, avaróval a pályaorientációs tevékenységeinkben igyekszünk együttműködni, és minél több tevékenységben részt venni, amely a város szervezésében valósul meg. Elmondása szerint az idei tanév programja nem tér el majd nagyon a megszokottól, csekély változtatások azonban várhatóak. Most már a mai napon 240 fővel indult a tanévünk, érkeztek beiratkozóink szeptember 1-e után is. Azokat a tradicionális programokat, amelyek szeretnénk tartani és továbbvinni, amelyek eddig is igazán elismerté tették a városban intézményünket, viszont szeretnénk újítani is, és vannak olyan pályázati programjaink, amelyek során új szint is igyekszünk vinni, és új rendezvényekkel is készülünk. Bemutatkozunk egy picit. Tovább fejlesztjük a kapcsolatainkat a karcagi város intézményeivel, oktatási intézményeivel. Igyekszünk minél szorosabb kapcsolatot ápolni, és közreműködni akár a társadalmi életben is. Dánielné Kacsó Andrea szót ejtett arról, hogy ebben az évben is kiemelten fontosnak tartják a szülőkkel való kapcsolattartást, együttműködést. Szüleink, hál' Istennek, egyre inkább fogékonyak arra, hogy rendezvényeinken egyre többször megjelenjenek, és egyre nagyobb létszámmal. Egy másik pályázatunk zajlik, Barisej pályázat, amely azokat a lányokat segíti, roma lányokat, az iskola elhagyás megelőzésében, olyan programokkal, amelyek életvezetési tanácsokat is adnak, illetve életvezetési, kommunikációs, beilleszkedési problémákat próbálnak oldani, felkészíteni vele a lányokat. És ezeken a rendezvényeken is nagyon sok szülő jelenik meg, feladatunk is a családi mentorálás. Ez a pályázat az, ami most az oktatási hivatal szemme elé került, és jönnek hozzánk majd látogatóban egy programunkat megnézni, felvételt készítenek arról, hogy egy pályaorientációs projektünk hogyan valósul meg. Erre is várunk szülőket is, résztvevőket, illetve a városból olyan
kollégákat, akik szívesen részt vennének esetleg a további megvalósításban, vagy segítenék a munkánkat. Minél jobban igyekeznek mind a diákok és mind a szülők segítségére lenni abban, hogy higgyenek önmagukban, és az iskolai módszeres nevelésük beépüljön az otthoni szociális térben. Az igazgató azt is elmondta, hogy mindez természetesen nem valósulhat meg a hit ereje nélkül, amely átszövi az iskola mindennapjait. 10 éves a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat biztonságos internetezést segítő programja. A Gyermekmentő Szolgálat az Európai Safer Internet programban tudatosságnövelő központként és konzorcium vezetőként a gyermekek, szülők és tanárok felvilágosítást, a program népszerűsítését tűzte ki célul. Azt szeretnék elérni, hogy minél több internet használó böngészhessen biztonságos körülmények között, illetve probléma esetén az érintettek tudják, kihez fordulhatnak. Céljuk, hogy egyszerre hívják fel a figyelmet az interneten leselkedő veszélyekre, és teremtsék meg a segítségnyújtás lehetőségét. Sterner Zoltán oktató a konferenciát nyitó előadásában azt hangsúlyozta, hogy a felvilágosítást minél fiatalabb korban el kell kezdeni, mivel már a 6-7 éves gyerekek is böngésznek az interneten, ismerik a közösségi oldalakat. A szakértő elmondta, hogy több mint 100 oktatójuk tart biztonságos internethezés segítő ingyenes oktatás diákoknak és felnőttek körében az országban mindenhol. Sterner Zoltán kitért arra is, hogy a legfőbb ügyészséggel is együttműködnek a gyermekek kibertérben való biztonsága érdekében. Kósa Éva, az ELTE egyetemi tanára arról beszélt, mit tehetnek a szülők a gyermekek biztonságos média használatáért. Azt mondta, a tiltás helyett a helyes és jó média használatra, a médiaértésre nevelés a fontos. Azt is elmondta, kutatásaik alapján szülők és gyerekek keveset használják közösen a médiát. Kevés a közös média élmény. Fontos lenne, hogy a szülők orientáló, segítő szerepet töltsenek be a gyermekek média használatában. A karcagi többcélú kistérségi társulás Szociális Szolgáltató Központ Idősek Klubja, Karcag, Szabó József utca 6 a zeneiskolával szemben, hangulatos, kellemes környezetben, magas színvonalú ellátással, változatos programokkal és szeretetteljes légkörben várja leendő klub tagjait. Az idősek nappali ellátása az otthonukban élő önmaguk ellátása részben képes időskorúak számára kialakított intézmény. A nappali ellátást biztosító intézmény a szolgáltatást igénybe velők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelően napi életritmus biztosító szolgáltatást kínál. Az idősek klubja tagjainak színvonalas és biztonságos nappali ellátás gondoskodás nyújt Karcag és Berekföldű időskorú lakossága számára hétfőtől csütörtökig, reggel 7 óra 30-tól délután 4 óráig, pénteken 7 óra 30-tól 13 óra 30 között. Teszik fel a kérdést, sokan van egyedül, szeret beszélgetni, szeret játszani, szeret énekelni, szívesen tölti el idejét társaságban? A klubtagok a mindennapokhoz kapnak segítséget az alábbi szolgáltatásaink révén térítés ellenében. Ez lehet étkezés, ebéd, helyben fogyasztással, fizikai, mentális, egészségügyi segítségnyújtás, életvezetés segítése, mentálhigiéniás támogatás, információnyújtás, tanácsadás, hivatalos ügyek intézése és segítése, egészségügyi alapellátáshoz vagy szakellátáshoz való hozzájutás segítsége, kulturális klubélet, társas kapcsolatok, napi programok. Például újságolvasás, kézimunkázás, zenehallgatás, nótázás, kártyázás, csoportos, illetve egyéni elbeszélgetések, a személyi higiénia fenntartásához segítségnyújtás, mindez gondozói közreműködéssel. Továbbá szabadidős programok szervezése, készség- és memóriajavító foglalkozások, vetélkedők, sajtótermékek, könyvek biztosítása, zenehallgatás, társasjátékok, időskornak megfelelő mozgásforma, széken ülve végzett tolna. Ismeretterjesztő, felvilágosító előadások, zenés-táncos délutánok, kirándulások, kiállítások látogatása, a jeles napok, ünnepek alkalmából rendezvények megtartása. Az idősek klubja keretében igénybe vett étkezés, térítés köteles. A nappali ellátás egyéb szolgáltatásaiért térítési díjat nem kell fizetni. Családias és otthonos légkörrel, hozzáértő támogatással, szeretettel várnak minden érdeklődő, régi és új tagot.
Az intézmény Karcagváros időskorú lakosságának segítése érdekében nyújtott további szolgáltatásai étkezés keretében legalább napi egyszeri meleg ételt nyújt tagjainak, akik életkoruk, betegségük, szociális helyzetük miatt erről nem tudnak gondoskodni. Az étkezést helyben fogyasztással, elvitellel, kiszállítással lehet igénybe venni. Házi segítségnyújtás keretében azokat gondozzuk otthonukban, akik önmaguk ellátására nem, vagy csak részben képesek. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!